Fú, de büdös a leheleted! Mi ez a szag? A halálnak ilyen a szaga. Több időt vagyok a halottak, mint élők közt. Halál szagom van. Adjok egy TikTokot. Bolond volt, ott majd eszire tér. Vagy ha nem ott, ott úgyse baj. Ott eszembe se tűnik. Ott minden ember olyan bolond, mint ő. Aztán hogy bolondult meg? Nagyon furcsán, azt mondják. Furcsán? Hogy? Hát csak úgy biza, hogy elmen neki az esze, a gutába. Hát bizony, ha már halál előtt meg nincs rothadva, mert mai manapság annyi franc ette, test kerül ide, aki temetést is alig bírja. Eláll az 8 vagy 9 esztendeig, cserzővarga, az eláll 9-ig. Aztán kié volt ez? Tudod-e sírású? Ej, kurafi, bolond egy fickóé volt ez. Mit gondol, kié? Nem tudom. Nyavaja essék a gazbolondjába. Egyszer egész palack rajnait a nyakam közé öntött. Ez a tulajdon koponya. Uram, ez a tulajdon koponya Jorik koponyája volt, a király udvari bolondjáé. Ez? Hadlám! Aj, szegény Jorik! Ismertem Horáció. Végtelen tréfás, szikrázó elmészségű fiú volt. Engem a hátán hurcolt ezerszer, és most hogy írtózik tőle a képzeletem? Jorik! Jó Jorik! Hová lettek gúnyaid, bakugrásid, dalaid, villámló élceid, melyek az egész asztalt hahotára fakasztották? Hová lettek? Borulj hát hamar! Borulj le földig a keresztútnál! Ó, Hamlet! Megtudod majd még, kit kell igazán gyászolnod! Egy sincs már tréfáidból, Jorik, hogy kimajmolnád saját torzképedet! Bezzeg, most eshet le az állad! No, eredj a halálasszonyság öltözőjébe, és mondjad neki, fesse magát újnyi vastagon! Erre jut az arca! Eredj! Kacagtasd meg vele! Kérjed aztán őt! Hová tevé boldogtalan fiait? Valamit kérdenék tőle, Horáció! Mi lesz az, fönséges úr? Mit gondolsz? Nagy Sándor is ilyenné lett a földben. Cézár is. Atyám nem, de képpen. Éppen. És ilyen szaguk van? Éppen ilyen, fönséged. Hát ilyen célokra használ minket az élet. Bennünket is, Horáció. Téged? Engem? Nyomozza-e képzeletünk a Sándor nemes porát, míg végre, mint hordó akna tapaszát leli meg? Nagyon tűhegyre venők, ha így venők föl. Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG-i tesztek, és akik itt vannak mellettem a teszt során... Boris from Russia. Matyi from Budapest. Azt hittem, azt mondja, hogy from Nyíregyháza. És ahogy az előbb láthattátok ebben a roppant epikus intróban, a mostani liquid tesztünk az a Captain's Reserve-nek a Traitor nevezetű liquidje. Úgy hallottam, hogy sokan nem szeretik, hogy liquid, úgyhogy csak is azért is így fogjuk mondani, hogy liquid. Liquid kizárólag. És egyébként azt hallgattad a podcastben, hogy ez az üveg Fifikának azt mondja, hogy bazári. Ez a 40 millis verziója egyébként, megmutatom közelről is. Nyakán egy kis ismertető tábla, benne a szokásos marketing maszlag, és azt mondja, hogy ez a Traitor, ez ugye a 10 millis kiszerelésben 5 fontba kerül, azt is mutatom, a 40 millis pedig 20 font, 50-50 PG-VG arányú, és ígéretei szerint alma és juharszirup. Alma és... Igen, tehát juharszirupba főzött alma keveréke. A kis flakonon láthatjuk... ezt tudod mi? Mi? Plasztiküveg. Már megint. Nagyon durva. Egyébként erről meg eszembe jutott, lehet azért mondja rá, hogy bazári, mert biztos tudod, hogy az USA-ban ezeket, amik ilyen mindenféle formás üvegben vannak, azokat butik, liquidnek hívják. Csak ott a butik az nem bazárit jelent náluk, hanem azt, hogy frankó. Szerintem überzsír ez az üveg. By the way. Na, mindenki pattintsa elő a kedvenc készségét, és akkor adom sor. Ja? Milyen prominens tekerés, kérem nagyon, szépen. Nagyon. Spaced out coil. Kürbe tekerted? Most mi a te tekerésed? Tessék?
Mit tekertél? Hogy mit? Hát milyen húzol te szerencsétlen? 0.45 vagy 0.5 és ez valóban spaced out. Akartam neki adni egy esélyt, hogy lehet-e használni, vagy ha igálja meg ki ezt mind a 40 az figyelj, figyelj, hallod, locsolja ez, mint hogyha ingyen, mondjuk ingyen volt, de akkor is. Gázelvezetőn is locsoljába. Ja. Az nem gázelvezető, az levegőnyílás. Levegőző nyílás. Igen. Akkor leraktam úgy az egyik módon, és megfulladt. Hangosabban, nyugodtan. Hallod, szerintem most direkt izét hozott, direkt szárazvattát hozott, és belerakja a felét a kis flaskának. Fú, hogy szárazvattát hoztam, hát az előző úgy megégett. Ki égette meg, Boris? Én maradok a hagyományos Origennél, üvegszállal, mert ezzel eddig vertem a fiúkat ízben. Egyébként ezen, ennek az illata megtévesztően hasonlít a Lucénára. Ne idegesíts. Nem basszál. Akkor ez jó, nem lesz jó trip. Annyira nem most, hogy így tovább szagogatom, egy kicsit pörkölt. Nem a pörkölt, hanem egy ilyen pörkölt magvas. Igen, picit pörkölt. Az utó. Nem az, mikor a magokat egy kis grillázson megfuttatod? Igen, igen, olyasmi. Oké, 3, 2, 1. Kettő, három. Gyerünk. Mi az Isten? Mit szívsz? Jó, nem tettem rá rendesen a izét, a topkepet. Mi ez? Hogy mi? Freak show. Ja. Ezzel vadászod az ízeket? Pontosan. Én inkább ezt a karamelles ízt érzem csak. Igen, nekünk kis is sok is, megnézzük, hogyha lejjebb veszem, akkor tűrhetőbe. Van egy ilyen juharszirupos beütése van. Kérek meg egy picit? Márki, vagy te? Aha. Hát én nagyon skótól leküldeztem be. Nekem is adja már egy szó. Nagyon karamell. Utóíze nagyon karamella, meg ebből egy pici ilyen pörkölt. De nem magag. Bizé, nem marha magoló, pörkölt. Nem, csirke. Most a manyag. Te sem? Én sem, adok egy pici több Jánost. Póvert neki. Odaadom, de van mondjuk ennek mindegy, mert üvegszál. Tessék. Köszönöm. Én neki még az üvegszált is csak TC-vel merném odaadni. Aha. Hát itt még annyira sem van. Nincsen semmi különbség szerintem most az üvegszál meg a, meg a TC-t között. Nem. Már kimondhatjuk, hogy mind a kettőn ugyanolyan szar. Igen. Nekem bejön amúgy. Akik nézték az eddigi videókat, azoknak általában leeshetett, hogy amit ketten a Borisszal azt mondjuk, hogy szar, az a Matyinak bejön. Jó. Azért, mert nekem ezek az ízlelő bimbóim annyira durván el vannak nyomva, hogy én szerintem gyengében érzem ezeket az ízeket, mint ti. Nem tudom, én túl szoktam aromázni mindent. De mutasd már azt a... Ebben nem tudsz dugni semmit, ezt így tudod bekapni. Remélem, nincsen fertőző körönfájás. Hát ez nem ízképző, hát ez kúgyűrű. Ilyen elő jöttél likvidet tesztelni? Ez volt az egyetlen tiszta kazánom. Nincs víz. Egyébként szerintem nincs rossz íze magának a kazánnak. Nincs rossz, de ha megkóstolnád a mieinket, rájönnél, hogy... szar íze van. Na, akkor... Tudod, minek van ilyen íze? A TPA Crème Brûlée-nek.
Az ugyanilyen karamellás utóíze van, mint ennek. Kérem, az... ja, ott az enyém nála. Na? Na, nekem az enyémből jobban ízlik. Nem mondom, hogy miért szivatná Boris. Én pontosan tudom. Hát csak a koponyai nem fog megvenni. Pláne ennyiért. 20 font. Na lehet ilyen üvegkoponyát, mert a leleményesek valamelyik leleményes csoportba linkelték, hogy hol lehet ilyen koponyát venni. Úgyhogy mostantól a hamis misztikat is valószínűleg ilyenbe fogják önteni. És eladják. Traitornek. Igen, csak a színe nem stimmel. Áruló lesz majd. Na, mondjad akkor, hogy íz. Hány pont? Ízre én adok neki. 5-5 skálán pontozunk még mindig, ugye? Csinálhatnánk azt, mert egyébként nekem úgy kell pontozni a weboldalon, hogy 100-ból mennyi. Aha. Ja, akkor igen. 100-ból? Hát én adnék neki egy 85-öt. Oké, okay, és a gőze? 50-50-es leves. 50-50-es, akkor ilyen tekintetben arra is adnék bátran egy 90-et. Oké. Okay. Én először összé veszek, én 100-ból adok el a 10-et. Ez az íz? Ez az íze, mert okay. Ez nem tudom. Oké. Okay. Ez nagyon rossz. Gőzre adok egy 70-70-et. Adok gőzre 70-et, ízre nagyon nem jó. Jó. Nekem ízre... Majdnem olyan szőrös szívű vagyok, mint Boris, te mennyit adtál? 10-et. Én adok neki 14-et. Nem, 13-at nem adunk, mert szerencsétlen 12-t. Gőzre adok neki 68-at, pont 68-at, és nem 69-et. Úgyhogy, hát ennyi lett volna a Traitor. Nekünk nem nyerte el a tetszésünket, de attól függetlenül lehet, hogy nektek ízleni fog. Matyi még mindig azzal süketíti itt a fülemet, oldalról idegel, ki idegel. Úgyhogy egy próbát lehet, hogy megér. Már csak azért is, hogy idegeljétek. Már csak azért is, hogy engem idegeljetek. A terméket a vapeclub.co.uk oldalról tudjátok megvásárolni, de majd a weboldalon az értékeléshez ki fogom rakni a megvásárolom linket. A előző videóra Matyi hasán tudtok feliratkozni, a csatornára Boris hasán tudtok feliratkozni. Charlie hasán a munkavonatra tudtok feliratkozni. Minden videót elkúr. Na, az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, és ezzel a mondattal köszönünk el most a Városligetből, kihasználván a nap utolsó nyári sugarait 31-én. Örülünk, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!